Idén május 18-án pénteken egy protokolláris eseménysorozattal veszi kezdetét a Városnap Nyíregyházán. 9 órakor emléklapokat adnak át annak a 11 értékgondnoknak, akik a 2017 május óta a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékeket képviselik. 10 órakor kezdődik a rímekbe faragott értékek című verspályázat eredményhirdetése, majd délután 2-kor egy ünnepi közgyűlést tartanak a Városháza dísztermében. A kulcseseménye az lesz, hogy Dr. Kovács Ferenc polgármester úr, Bieszkó Biala, egy sziléziai lengyel város képviselőivel egy szándéknyilatkozatot fog aláírni partnervárosi egyezmény megkötésére, amely majd júniusban az ottani városnapon fog realizálódni, ott írja alá majd hivatalosan polgármester úr magát a nagy dokumentumot. 3 órától koszorúzás a városalapítók szobránál, majd pedig térzene várja az érdeklődőket. Ugye 265 éves nyíregyháza újra telepítése, ezt szerettük volna nem csak protokollális keretek között méltó megünnepelni. Ezért bekapcsolódik a programsorozatba a Szelektív Szombat is, amelyet idén 10. alkalommal rendeznek meg. A családi vetélkedők fókuszában ezúttal is a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A feladatok teljesítése után a gyerekek pólót kapnak, de díjazzák a legjobban teljesítő családokat is üdülési utalvánnyal, laptoppal, valamint kerékpár utalvánnyal. A vetélkedők azok az előző évhez hasonlóan megszervezésre kerülnek. 11 ponton fogjuk majd a lakosság tudását felmérni. A tavaly évben bevezetett szelektálkosos játék egyik kiemelkedő lehetőség lesz arra, hogy bemutassák a szelektív hulladékgyűjtésben elsajátított tudásukat. Tesszük ezt annak érdekében is, hogy a családok a legkisebb kortól egészen a legidősebbekig mindenki elsajátítsa a helyes gyakorlatot, miként kell szelektíven gyűjteni, annak érdekében, hogy lecsökkentsük a kommunális hulladék mennyiségét. A 2016-os hagyományokat folytatva idén is a Sipkai Barna szakközépiskola tanulói készítik el a város tortáját, amit szombaton meg is kóstolhatnak az érdeklődők a Kossuth téren. Több mint egy hónapig tartott, mire kialakult a térpákság életéhez kapcsolódó ízvilág végleges összeállítása. 25 cukrász tanuló részvételével készül majd el az 1000 szeletes, tejszínes meggyes prósza torta. A torta készítéséhez felhasználunk 1500 tojást. Felhasználunk 30 kg lisztet, aminek a fele az búzaliszt, a fele kukoricaliszt, körülbelül 25 kilónyi megylekvát, olyan 15 kilónyi megybefűttet, ezen kívül egy kis csipetnyi fahéj, kakaópor, csokoládé és a felületére a roppanós kukoricapehely. A városnapi programsorozatot Opic Barbie, Korda György és Balázs Klári, valamint Kassa Tibi koncertje zárja majd a Kossuth téren.